A 2007-es évi bérbeadásról szóló határozatot az önkormányzat megsemmisítette. A megsemmisítéssel határba lép a mezőgazdasági földterületekről szóló törvény 94. szakaszának második bekezdése, mely értelmében a Halász József Kft.-nak nem szűnt meg a használati joga, és az ingatlanok irányába úgy viselkedhet, mint egy társtulajdonos, akinek bizonyos jogai, de mindenkelőtt kötelezettségei vannak a közös vagyon használatát illetően. Hogy létezik-e tartozás, és hogy ki kinek tartozik, azt az illetékes bíróság fogja eldönteni, amely előtt folyamatban van az eljárás, de nem a bérleti díj kifizetése véget. Adán a tavasszal 1850 hektár állami föld bérbeadását kellene elvégezni. A Halász József Kft. Igazgatója szerint semmilyen jogi akadálya sincs annak, hogy a valamikori kombinált területén a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatot jelenleg vezető cégek a működő öntözőrendszerre és sertésfarm törzsállományra hivatkozva előnyugot kapjanak 1600 hektár állami föld igénylésekor. Nem hivatalos forrásból megtudtuk, hogy az Agrohalász és Farmahalász Kft.-kről van szó.